Idén januárban a Magyar Zeneakadémián ünnepélyes gálaesten mutatták be az új magyar fejlesztést, a Bogányi zongorát. A hangszer megálmodója, Bogányi Gergely zongoraművész, Liszt, Chopin és Bartók műveinek előadásával a hallgatóság előtt is bebizonyította, hogy a futurisztikus megjelenésű, különleges hangzású zongora varázslatossá teszi a koncertélményét. Ebben a csepeli műhelyben végezték az asztalos munkát, az összeszerelést és a beállításokat azok a szakemberek, akik konstruktőrként, formatervezőként vagy zongoratechnikusként dolgoztak a modern hangszer kifejlesztésében. Szerintem az, hogy több mint 100 éve nem történt érdemi fejlesztés, az eléggé hihetetlen, hiszen manapság már 2 hónap alatt is jön egy új valami csoda. A művész évekig játszott úgy a világ legkiválóbb zongoráin, hogy olyan erőteljes hang szólt a fejében, amely egyáltalán nem egyezett azzal, amelyet a játéka közben hallott. Ezért kereste a változás lehetőségét. Ez itt az éneklő hang volt az, amit annyira szerettünk volna elérni, és hát ugye... Ez volt a fő dolog, ami ugye lebegett mindnyájunk előtt, hogy hogy fog szólni a zongora, hogy kell, hogy szóljon a zongora. Egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta, egy nagyon egyenes és egy nagyon-nagyon erős hang az, amit szerettünk volna, és ugye a rengeteg újdonságnak köszönhetően ez gyakorlatilag meg is valósult. Ez itt a mechanika. Éjszakánként összejöttünk műhelybe, és akkor vizsgálgattuk a rezonánslapokat, lecsengési időt, kinek melyik tetszik, milyen a hang jellemzője. Körülbelül 50 féle anyagot teszteltek, és végül a rezonánslap, vagyis a zongora lelke nem fából, hanem az űrtechnológiában is használt összetett anyagból, karbonkompozitból készült el. A szakemberekkel párhuzamosan a Baj Zoltán Kutatóintézet stúdiójában is méréseket végeztek. Csodálatos volt az, hogy az emberi fül és az emberi lélek által vezérelt mérések és a műszerek és a tudósok által készített mérések végeredményben ugyanazt a lapot hozták ki. A zongora mechanikai részében több mint 50 újítás található. Mondogatták, hogy ugye a nagyobb hangja miatt és az erősebb hangja miatt mondjuk barokk vagy klasszikus zenére nem annyira jó, de hát ez természetesen nem igaz, hanem ennek az ellenkezője igaz, hiszen a hang tisztasága viszont annyira jó lesik mondjuk egy Mozart szonátánál, hogy az ember nagyon szívesen játssza azt is. Egyszerűen élmény. Szerettük volna egyesíteni azt a fajta nagyon-nagyon szép, ugye az emberi fülnek kellemes, amire azt mondjuk, hogy szép és bársonyos hangot, egy modern igényeket is kielégítő hangképpel, amikor is ugye a zongorának nagyon nagyot kell szólnia, hiszen nagyon nagyok lettek a koncerttermek. A megújult hangzás vadonatúj formát kívánt. Ne egy földhöz ragadt valami legyen, hanem igenis adjon egy nemességet, egy dinamizmust, egy erőt a forma maga. Tehát ezért is van az, hogy tulajdonképpen így fölszállni akar. Hónapokig rajzolgattam, számítógépes terveket készítettem, több változatot is közben hallgattam a zenéjét, amit ő, azokat a Liszt, Chopin műveket, amiket ő legszebben játszik, és amit nagyon szeret, hogy áthasson engem is
a zene. Üveges Péter feladata az volt, hogy olyan zongorát tervezzen, amelynek a formája hagyományőrző ugyan, de egyben 21. századi. Gyakorlatilag mai 21. századi, 20. századi anyagok is vannak benne. Műanyag, egyebek, kompozit anyagok, stb., amelyek már más erőviszonyokat feltételeznek, mint a hagyományos fa. Tehát el lehet szállni egy picit, el lehet egy nagyon kicsit szárnyalni, térni a hagyománytól. Persze csak abban a mértékben, amennyiben segíti az akusztikát. A bogányi zongora már több országban, köztük Kínában és az Egyesült Államokban is szabadalmi oltalom alatt áll. A márciusi isztambuli nagysikerű bemutatkozás után május elejétől október végéig a milánói világkiállítás magyar pavilonjába kerül. A hangszer iránt a vártnál is nagyobb a nemzetközi érdeklődés, és jelenleg úgy tűnik, hogy a 200.000 eurós, azaz 64 millió forintos vételár sem riasztja el a potenciális zongora vásárlókat.